týmto postojom človek nepovažuje to, čo vidí, počuje a hľadá za všetko, čo sa dotýka. Uvedomuje si, že priestor svojho sveta nemôže ohraničiť tým, čo vidí a môže nachmatať, ale hľadá inú formu prístupu po skutočnosti, ktorú nazýva práve vierou a v nej napokon nachádza rozhodujúce otvorenie svojho pohľadu na svet. Teda s vierou človek nadobúda citlivosť k nevyhnutnosť svojho života, ktorou je Boh. Jedine Boh je ten, ktorý dokáže naplniť vnútro človeka sám sebou. Milý duchovný otec, Boh vám cez kňazskú vysviacku vložil do rúk nevyslovný dar. Stali ste sa Kristovým kňazom. Kňaz je ten, ktorý naplní celý svet Kristovým telom a Kristovou krvou, sprostredkuje skrze najsvetejšiu sviatosť Boha pre celý svet. Niekedy to môže vyzerať tak, že kňaz bojuje prehradný boj, preto nikdy nezabudnite blaženým údivom spoznávať Božiu dobrotu, ktorú vám dáva najsvetejšie sviatosti. Podstatu vášho kňazstva, že obetujete Otcovi v mene Ježiša Krista skrze Ducha Svätého. Táto služba z vás urobí práve s nepokojivom slede katastrof človeka, plného optimizmu, plného neokrejnej nádeje a plného lásky. Tak budete môcť neustále spoznávať hlbokou radosťou a jej rôznym sklamaniam, že z kňazskej služby, teda z vašej služby, žijú v tichosti ľudia, že z kňazskej služby žije celý svet. Preto vás prosíme, obetujte Bohu najsvetejšiu obetu a udelte nám svoje požehnanie. Vítajte vo vašom domisku, vítajte doma. Keď váš veľký aťaľ, Fátra Dima Sámára, sta kiebličku, vítele do Zemer Sámára, kimondany, o tisíštánden. Ezzel a világszemlélettel az ember nem gondolja, hogy minden, amit lát, amit megérint, minden az, ami őt érinti, csak látható. Tudatosítja az ember, hogy a világot nem lehet behatárolni csak azzal, amit lát és érez, de másfajta hozzálépési formát keres a dolgokhoz, mely valóságot pontosan hitnek nevez meg, és a hiten keresztül nyitódik meg számára csak is igazán a világ. Tehát a hittel az ember érzékenységet szerez a maga számára létfontosságú valóságra, Istenre. Csak is Isten képes kielégíteni éjségével saját magával. Kedves lelki atya, az Isten a papszentelés által kimondhatatlan ajándékot adott az ön számára, Krisztus papja lett. Ön az, aki közvetíti az embereknek Isten jóságát, és Krisztus testével és vérével jól lakatja Isten lelkéhes világot. Néha bizony úgy tűnik, hogy a pap elvesztett játszmát játszik, ezért soha ne feledje meg mély csodálattal napról napra megismerni azt a jóságot, amelyet az Isten ad nekünk a legszentebb oltári szentségben, a papság lényegét, ahol a fiú felajánlja magát az atyának a Szentlélek által. Ez a szolgálat a katasztrófák hatában is megtölti a papot rendíthetetlen optimizmussal, reménnyel, hittel és szeretettel. Így ön is képes lesz továbbra megismerni a rengeteg csalódás ellenére azt a valóságot, hogy a papi kezekből, hogy az ön kezéből is élnek csendben az emberek, hogy papi kezekből él az egész világ. Ezért kérjük, mutassa be jubileumán a legszentebb áldozatot, és adja ránk áldását. Üdvözlőjük szülőtörvén, köszöntjük otthon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Grazia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Emus Spiritu Dom. Szent Imre herceg,
ünnepén, és néhány héttel azelőtt, hogy megünnepeljük utolsó boldog királyunk megkoronázását, találkozunk itt az úrházában, csak is hálózásra, csak is itt van ennek értelme. És amikor látjuk a szenteket, akiknek az emberi számításuk szerint nem teljesedett be az életük, ahogy Szent Imébe emberi számítás szerint nem teljesedett be Szent Istvánnak a álma, Boldog Károly királyunk nem tudta vezetni békére népeit, mégis, ha a Jóisten megadta nekünk azt, hogy több éven keresztül szolgálhatjuk őt is. Nem csak magamról beszélek, hanem gondolom mindjárt, akik a hívek vagyunk és papok az egyházban. Nagy okunk van hálát adni Istennek. Ez a háladás hozza nekünk új erőt, életünk minden napjainkban és arcainkban. Toto navýšené miesto, senci je vždy takým miestom, ktoré aj v časoch vojny alebo v časoch minulého režimu vždy nejakým spôsobom reprezentovalo prítomnosť Ježiša Krista v spoločnosti. Bolo to vždy vidieť a vždy dodávalo silu tým, ktorí sa pozreli na vrch. My sme teraz prišli na toto miesto, aby sme s úprimným srdcom poďakovali Pánovi za mnohé nezaslúžené dary, ktorým nás v našom živote obdaril. Ja v prvom rade ďakujem Pánovi a myslím, že každý z nás má čo ďakovať. Pravde sagrostanus peccata nostra, utantissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteo Domini potenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego beata patrem semper virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orate pro nobis, ad Dominum Deum nostrum. Miseratur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nostra vita eterna. Thank you.
olvasnám a bölcsesség könyvéből. Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik érdemét. A lelki bölcsesség az igaz őszhaj, a fethetetlen tiszta élet, az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne, szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akik meg körében él. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne röntse gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. A bűnös élet káprázatot nem is elrakít, ha ne lássuk a jót, a szenvedély szépülete elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halsz meg, mégis teljes élettáját tudod be. Lelke kedves volt az Isten előtt, azért sietve kimentette őt a bűnösök közül. Az emberek látják ezt, de nem értik, és szívükben sem érzik, hogy Isten jóságos és irgalmas szentjeihez és választottainak életére gondot visel. Az elmúlt igaz elítéli az életben maradt gonoszokat. A hamar tökéletes élet ifjúkor pedig a bűnös életé. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte őt az Úr biztonságba. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Hallelujah, 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 hallelujah.
tiszteletes úr, Krisztusban kedves testvérek, megszentelt személyek, tisztelendő urak, és nem utolsó sorban kedves jubileus testvérünk. Az evangéliumban hallottuk, hogy az Úr Jézus fölment a hegyre, és szóra nyitotta ajkát. Talán ez a mondat elsúszik sokszor a fülünk fölött, de ezzel a mondattal a Szent Evangelista azt akarja mondani, hogy most hangzik el a keresztények számára az, amit úgy nevezünk keresztény alkotmány. Az a dolog, amely minden keresztény ember számára új életvitelt jelent, és amelyet különbözünk az ószövetségi testvérektől. És az az, hogy Makarios esztén boldogok vagytok. Nem úgy lesztek, hanem vagytok. Krisztus, mint a törvényhozó, szólhatja, nyitja ajkát, vagyis ő a kompetens személy, fölmegy a hegyre, utánozva a Mózes, és új törvényt hoz az ő népének. Már nem a sziklára írja vele, hanem az ő szívére. És hát természetesen a kijelentések is általánosságban szólnak, hisz a törvény mindenki számára elérhető, azért általános formában hangzik el. Boldogok vagytok. De a Jónunk Jézus Krisztus nem csak általános törvényeket hoz mindannyiunk számára. Milyen szépen megértették ezt a sivatagi atyák az első századokban, és a boldogságot még azon körülmények között, ami az utolsó mondatokban elhangzott, hogy amikor gyalázni fognak titeket, és mindenféle dolgot rátok fogni, amikor a keresztények gyalázat lesz, és elmennek a sivatagban, és nemek közülük azt a nevet veszik föl, hogy Makarios, boldog. Hogy a neve figyelmeztesse őt az életvitelére, amit meg kell élni itt a legjobb helyen. Ami Urunk azonban nekünk is konkrétan, főleg a te életedben, kedves jubilás, megmutatta konkrétan, hogyan élt meg az ő boldogságát. És ezt nekünk papoknak, akiket az Úr minket meghívott, minden szentmisében, a szentmise leglényegesebb mozzanataiban próbálja újra és újra megérteni. Az első mozdulat, amit a pap tesz, amikor az átváltoztatás következik, hogy azt mondja, az Úr kezébe vette a kenyeret. Accepit panem. Magyarul azt mondjuk, kezébe vette, de a latin kifejezés annyit jelent, hogy elfogadta. Elfogadta azt a kenyeret olyannak, amilyen volt. Amilyen az a kultúra, amely ünnepelőben erre a pillanatra elkészítette. És ez a kenyér, kedves jubilánus, te magad is van. Olyan, amilyen van, ahogyan az Úr téged elkészített. Itt ezen a helyen, a szentszín közösségben, drága szüleid szeretete által, akik úgy szintén elfogadtak. Ez a közösség, amely téged elfogadott, ahol a te hivatásod formálódott. Gyönyörű kenyerét. Itt ezen a helyen. A szentszín közösség, amely mindig olyan szeretettel és egybetartó volt, és annyira paptisztelő, és megmondom őszintén, én magam is megtapasztaltam a ti szereteteteket, amikor itt voltam annak idején, mint pillia, és mint szeminarista. Ezért hálát kell adni a Jóistennek, hogy ő minket elfogadott és kezére. De az első római kárban még hozzáteszek két szót ehhez a dologhoz, az egyik az, hogy in santas ad venerabilis manum suas a szent és tiszteletbeli kezére veszi a kenyeret. Ez nem egy cizella, nem egy díszítése a szövegnek, hogy érdekesebb legyen, hanem belső kifejező annak, mit jelent az, hogy Isten kezébe vett minket. Hogy nem maradhatunk ugyanabban a minőségben. Egy új minőséget fog létrehozni, fog valamit változtatni azon, amit a kezébe vett. És mi is a dolgokat azért veszik a kezébe, hogy változtassunk rajta. Az Úr kezébe vett téged.
kezébe vett, és a gyönyörű gyermekkorom, a gyönyörű ideákon keresztül szinte a tenyerét hordozott, ahogyan az a zsoltárokban is olvashatjuk. De utána jött az a pillanat, amire a legjobban készültél a szemedállapban, és az Úr megáldotta, benedézi. A megáldás pillanatában történik az a dolog, amikor te is átváltoztál. Az Úr megáldott téged. Püspök úr elmondta fölötted az áldó imád. Megkente a kezeidet. A régi szövegben az volt, azt mondta a püspök, hogy bármit megáldasz, az áldva legyen. Kritvit benedézett, benedék át. És utána ebben az áldásban örültél, mentél az Úr világba, amely akkor igazán föltárolódott itt előttünk, és jött a szabadság, ti voltatok az első generáció, amely végre szabadon működhetett. Ó, micsoda tálatok voltak szemeitek el, emlékezz csak vissza. Hogyan örültetek annak, hogy végre az emberek szabadon hallgathassák Isten igényét. Fiatal papként nekimentél ennek a gyönyörű világnak, eljutottál a mi környékünkre is, és amikor nagy mosolyjal először találkoztatok a világ, számomra nagy buzdítás volt az. Az Úr téged megáldott. Ebben az áldásban voltál életedben, és most is van, most is itt vagy. De ne feledjük el, hogy az Úr áldása az az a új minőség, amit kínál. Úgy lehetősége megélni a boldogságot. Utána jön azonban egy érdekes szertartás, egy frégépán. És ő megtöri. És általában, ami ostályon ki vannak elkészítve, hogy az a legvastagabb helyen törjük meg, hogy mindig kevesebb morzsa legyen. Igen, az Isten minket is ott tör meg, ahol legvastagabbak vagyunk. Ahol már úgy gondoljuk, hogy mindent a kezébe tarthatunk egyszerűen az Úr, megtör minket. És talán azért tűnünk, drága testvérek, kedves lajkosok, a papok ilyen furcsának az emberek előtt, akik írják ezt a világot, mert nem értik, hogy az Isten minket megtör. Meg kell, hogy törjön, hogy kihozza belőlük azt a őszintét. Azt a szépet és jó. És csak a törés után következik. És szétosztottam. Csak annyira törte meg, amennyire képes lett volna, legyen szétosztott. Nem törte, nem zúgált a szép. És amikor az Úr ezt megtette, akkor tudta, hogy saját maga halálát idézi elő. Az ő szülát áldozatát, mert az mindenkiért történik, vagy csak akiért, akik ezt elmondták. Drága jubileus testvérem, sokszor az életedben bekövetkezett ezek a törések. Te magad tudod, szíved titka tudja. Életed sivatagában nem volt könnyű megélni a boldogságot, amelyre Krisztus minket tanít és minket vezet. De éppen azért törvény minket, hogy képesek legyünk az őszinte szeretete, amely az adakozásban mutatkozik meg. Nagyon sok liturgikus szöveget olvastam annak idején, amikor még szemináriumban voltam, és egyik sem csinálta azt, hogy szóról szóra átvette volna a zsidó szertartást, és abban azt, amit Krisztus tette. De ezeket a szavakat mindegyik szertartást külön megélte. Az áldás, az előtte lévő kézbevételt, a fölajánlásban mutatkozik meg. A áldás, amely kiegészül az átváltoztatásban. A megtörés, amely az Agnosz Dei körül van, és végül az adakozás, amely a szent áldozásban mutatkozik meg. Vagyis ezek azok az új szavak, amelyek Krisztus tudta, hogy már előre várja az ő szenvedését és megjeleníti, és amelyet neked is tudnod kell, és sejtetned kell, amikor új Úr kezébe helyeztek téged, és magadat is az ő kezébe helyezted, hogy ez bekövetkezik a te életedben. Talán még 25 évvel ezelőtt nem tudtad milyen módon. Most már tudod, és tapasztalt papként, jár nekünk is, fiatalabb papoknak példával ebben, hogy át tudjuk élni ezeket a mozzanatokat a mi életünkben. Mert akkor tudunk lenni, csak igazán hiteles a biztosi közösség, igazi papi testvériség. Akkor tudunk a hívek előtt is hiteles arcot mutatni annak a Krisztusnak, aki előtt megváltson bennünket. Kívánom, kedves jubilánsnak, ha néha úgy is érzed, hogy megtört vagy,
Ne feledkezz azért, hogy tudjál még inkább és őszintén szeretni, mert a megtört szíveket meg tud gyógyítani Krisztus szavával. Ezt kívánom neked teljes szívemből, ünnepet a kamában ebben a szentmisében. Amen. Ukáže dobrou homiliu, ale jste to tak jako si vycházet. Milý náš jubilant, otec Rudolf, drahý spolubratě kňazi, milí hostia, bratia, sestry. Vzpomínám si, to byl prvý rok kňazom. Jsme mali tady stretnutí kňazské a zazněl tam jeden príhovor, který trošku vyrušil aj mňa samotného, aj ostatných spolubratov, ale potom sme sa veľmi rýchlo uľudnili. A v tom príhovore odznela taká základná odpoveď na otázku, na čo je vlastne kňaz. Lebo tento svet odpovie veľmi rýchlo, že dnes sa dá žiť aj bez kňaza. Zvlášť tam, kde je nedostatok kňazov, ľudia mnohí to pociťujú, že ten kňaz tam chýba, ale mnohí sú spokojní s tým, že to nie je kňaza a nikto s tým neotravuje. A teda môžeme sa spoločne pýtať, na čo je vlastný kňaz? Povieme, že je na to, aby ohlasoval evanjelium. Je na to, aby vyslúhoval sviatosti. Ale pozrite sa, pokrstiť, udeliť tú vstupnú sviatosť do cirkvi, iniciačnú sviatosť. Pokrstiť môže predsa každý. A ten krst je platný. Koľké zdravotné sestry v nutných prípadoch, keď zomieralo bábätko, ich hneď po pôrode pokrstili. A ten krst je platný. Teda preto, aby len kňaz udelil krst, to nie je potrebné. Sviatosť vyhmovania či mieropomazania takisto nie je potrebná na spásu. Svetá spoveď, to čo vyslúhuje kňaz, ďalšiu sviatosť, takisto nie je potrebné na spásu. V tých situáciách nebezpečenstve života a smrti je dôležité vzbudiť si dokonalú ľútosť. Sviatosť manželstva, poznáme prípady, že tam, kde nebol kňaz, ľudia v tých rokoch si dali sľub, žili ako manželia a keď systém dovolil, aby prišiel kňaz, tak nevyslúžil sviatosť manželstva a žili. Sviatosť pomazania chorých takisto nie je potrebné. Potrebujú kňaza. Že chcem, aby som bol účastný na tomto slávení. Že dávam odpoveď svojou prítomnosťou a svojim slovom na toto pozvanie cirkvi, na toto pozvanie Boha. Dnes sme počuli v evanjeliu slova o tom, ako Ježiš rozpráva blaženstva. To, čo tak nepasuje do dnešného sveta. Lebo on povie blažený, tichý. My vieme dobre, že ten, kto dnes zostáva, kde si úplne ticho, ten, kto sa neozve, tak toho máme za akéhosi čudáka. Lepší je ten, komu môžeš povedať, ty to povieš, ty máš takú hubu, povedz. Teba pochopia, teba sa zľakne, lebo tento svet chce toto. Ježiš povie, blažený, lačný a smedný. No, bratia a sestry, kto z nás je šťastný a blažený, keď je lačný, keď je smedný? Veď stačí otvoriť televíziu a jednoducho všetky tie programy o receptoch, o varení, o jedle, a nie o hocijakom jedle, o dobrotách. Lebo dnes človek nechce jesť hocičo. Blažený chudobný. Je to naozaj pravda, že ten, kto je chudobný, že je šťastný, že je blažený? Veď sa súdime o
zopár párov zeme, o záhrady, o role, o lesy, o starý dom, ktorý nikomu netreba. A súdime sa o to, o tie majetky. A rodiny sú na tom rozhádané a toľko nepokoja je na tom blaženstve skutočné. Bratia a sestry, dnes nás toto slovo aj spoločne s poslavou tohto jubilea pozýva k tomu, aby sme si spoločne povedali a spoločne vzdali vďaku za to, že som kresťan. Lebo vtedy som blahoslavený. Lebo tie blahoslavenstva, to je program kresťanského života. Nič iné. To je program života kresťana. Lebo nič iné ťa neurobí šťastný. Nič iné ťa neurobí blahoslavený. Včera sme my, grécko-katolíci, slávili výročie 15 rokov od blahorečenia blaženého biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Možno ste niektorí sledovali aj dokumentárny film katolíckej televízii. O človekovi, nad ktorým cirkev povedala, že je blažený. A čo mu urobilo blažený? Čo ho urobilo blažený? Iba to, že to bol muž, ako ho mnohí opisujú, zlatého srdca, biskup zlatého srdca. Samozrejme, najprv predtým bol kňazom zlatého srdca. Samozrejme, ešte predtým bol to človek zlatého srdca. A toto blahoslavenstvo, bratia a sestry, sa môže naplniť na každom jednom z nás. Lebo aj biskup Gojdič to nie je človek z nejakých prvých storočí tohto sveta. Je to človek našej doby. Je to človek, ktorého mnohí ešte súčasníci pamätajú, zažili ho. Rozprávali sa s ním. V tom filme rozneli nádherné svedectvá. Otec Rudolf, Boh aj cez teba, ale aj teba chce takisto urobiť blažený. Aj cez teba, cez tvoje kňazstvo, Boh chce, aby v tomto svete boli ďalší blažení, šťastní. Nie z toho, že budeme fyzicky ticho, nie z toho, že budeme fyzicky pláčení, smední, ale že budeme duchovne stále túžiť po Bohu, po Jeho slove. Potom, aby sme aj dnes sa mohli nasýtiť telom a krvou Ježiša Krista. Týmto pokrmom, z ktorých nás Boh raz z tohto života prevedie do života večného. A preto je potrebný kňaz. Nikto druhý túto moc nemá. Toto je ten zázrak, ktorý premienia aj srdce samotného kňaza. Srdce každého jedného z nás. Toto je ten zázrak, ktorý premienia celý tento svet, bratia a sestry. Tak dnes spoločne ďakujeme za to, že máme okolo seba kňazov. Za to, že aj dnes nás Boh poslal sa na svoju cirkev odpovedať na jeho slovo. Odpovedať na to, na čo je vlastne kňaz potrebný v tomto svete. Blahoslavený biskup Pavol Petr Gojdič vo väzení, keď trpel, si poskladal jednu modlitbu. Chcem vám ju prečítať, to, čo sa on modlil. Pane Bože môj, som presvedčený, že Ty ochraňuješ teba dúfajúcich. Dôverujem Ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto ťa o niečo prosí. A preto sa na teba celkom spolieham. Do Tvojej svätej prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzjavený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dýchu môjho života. Celé peklo postalo proti mne,
ale žiadna pekelná sila nevyberie mi zo srdca moju dôveru k Tebe, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán. Týmito slovami sa tento blážený človek prihováral svojmu Bohu. Vzýval Boha, aby obstál v tejto skúške. Bratia a sestry, cesta kresťanstva, cesta kňazstva, takisto je tým časom a priestorom, v ktorom sme pozvaní vzývať svojho Boha. Zvolávať Božie požehnanie. Byť tými, ktorí v tomto svete nežijú iba snahy, ktoré vieru vyžadujú, aby sa títo ľudia okolo nás nejakým spôsobom čudovali alebo dopytovali sa, čo vás na tom baví každú nedeľu či po sviatok, kam si chodiť a počúvať a oslavovať. Ale aby sme žili mocné znaky viery, ktoré pre tento svet vieru ponúkajú. Aby ľudia na základe života nás kňazov, na základe života tejto cirkvi, každého farského spoločenstva mohli povedať, a ja chcem byť takto. A ja chcem patriť medzi týchto ľudí, nad ktorými Boh môže vyrieknúť každý deň na novo. Toto je moje milované dieťa, ktoré mám zahúbené. Ja si stále tak pripomínam udalosť obetovania, keď Abraham ide spoločne so svojím synom, keď vystupuje na nohu, keď ho vedie. Keď sa ten chlapček pýta, otec, máme všetko potrebné na obetu, máme drevo, máme kameň na oltár, všetko máme, ale nemáme baránka. Čo budeme obetovať? Odkiaľ bude baránka? A viete, ako to bolo veľmi ťažké pre Abrahama povedať, odkiaľ bude baránok. Keď on veľmi dobre vedel, ku čomu ho Boh poslal, aby obetoval tohto svojho syna. Aby sa mu stal syna, o ktorom mu Boh povedal, že cez neho bude požehnané celé pokolenie. Jeho pokolenie bude obrovské, ako je hviezd na nebi. A čo on mal povedať? A on veľkej viere a úplnom pokoji hovorí svojmu chlapcovi, svojmu synovi. Boh sa postará. Boh sa postará. A ja viem, že ty otec Rudolf si vo svojom živote, vo svojom kňazstve veľakrát toto povedal. Boh sa postará. Že tak, ako si tu aj dnes môžeš byť svedkom toho a povedať, áno, Boh sa postará o všetko v mojom živote. A prosme ďalej spoločne, aby sme my všetci aj naďalej, každý deň svojho života, v akejkoľvek životnej situácii mohli povedať, že som svedkom toho, ako sa o mňa Boh stará, ako ma Boh týmto životom vedie. Kristus medzi nami.
Adonis sacrificium et manus suis, ad hoc gloria Dominus suis, ad utilitate corpus nostra, et visite comensis sua sancta. Pro nostre servitudis augmento sacrificium tibi Domine laudis offerimus, ut quod immeritis, contulisti propitius exemplaris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum.
igva nocte elevatur, accepit panem, et tibi gratias ages benedixit prae, delinquetis iguis suis dices. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo vos partenarum est, accepit satanis, et tibi gratias agens benedicti, dedicti discipuli sui dicens. Accipite et bibite ex te omnes, hic est enim calis sacris mei, nomi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione.
Pálapostol szent helyen ő is egy megpróbálott. 25 évvel ezelőtt Krisztus király vasárnapján mutattak be is a szent misébe, és ma 25 év elteltével szent ünnepelésének napján hálátló miség keretében az hálát elemkedve. Igazolván és kifejezném, hogy meghívásod Uram, kitüntetett engem, szegény szíve oltárodra vetted. Igád édes volt, terhet könnyű, és én felvettem, és immár 25 éven át örömmel viseltem. Örömünknek nap ez nem csak a számlelki atya, hanem az egész egyházközségünk számára is, hiszen mindig ragaszkodsz szent szíveinkhez, gyökereinkhez. Az Isten irgalmasság évében közös imáinkban fejezni köszönetünket és hálánkat eddigi szolgálatú szeretetekért. Köszönöm Istenem, hogy nem hagytál el engem. Köszönöm, hogy mindig fogtad a kezem. Köszönöm, hogy megadtad segítő kegyelmet. Köszönöm, hogy találkozhattam veled. Kérlek, Uram, maradj mindig velem. Kérlek, segíts, hogy én segíthessek. Kérlek, oltalmazz, hogy oltalmat nyújthassak. Kérlek, áraszd le rám szereteted, hogy szerethessek, mint a gyermek. Ó, Atyám, kérlek, várj, míg haza nem vagyok. Egy régi magyar áldása, kérlek, Jóisten áldását, hallgatok különbözőre. Áldott legyen a szív, mely hordozott. Áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fényelemes. Legyen áldott a nap sugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess enyhet adó forrás a szeretehedre szomjazóknak. És legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyi szavad minden hozzá fordulónak. Legyen áldás hozzon kezed azoknak, itt érteni úrnak. Áldott legyen a mosolyod. Légy igaz a szenvedőknek, légy áldott találkozás minden téged keresőnek. Őrizze hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömökben, bánatokban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg biztoságot, őrizze meg kedvességet, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Milyen tisztelt és tisztelt Mester és Úr, és neki szent szépnek, kedves Úr. Minden ünnep, igaz a mai is, örömünnep, és azért sok komoly dolog után, ami itt megtörtént, hadd váltsak egy kicsit könnyebbre. Mint a rendes prédikben a tettes visszatért a tett színhelyére, 25 év után ugye újra itt látunk, amikor itt mutattak be a legelső szentmisét. Mikor ide jöttem, akkor úgy nagyjából átszámoltam, hogy ez a 25 év mit jelent. Ha csak napon te egy szentmisét végzel, az 9500 szentmise. Ha vasárnap még egyet hozzá csinálsz, az 10450. És ha hármat csinálsz, az 12000. Na most, ha összeszámoltam, hogy most a nyakadban tennék azt a bort, ami ezzel megittál, az körülbelül 550 liter. De ez egy komoly mennyiség, és már ezért is, ugye, fölnézel mindenki, mert ez nem akármilyen teljesítmény. Én azt hiszem, hogy nekünk szentségnek semmi más dolgunk nincs,
És mivel azt is megnéztem, a kanonizált katolikus szentek sorában a Rudolf nevezetű szent egyelőre még nincs. Tehát itt a lehetőség, hogy te leszel az első. Nekünk szentieknek még van egy nagyon-nagyon nagy dolog, amit most el kell mondjak. Három emberrel szeretnék megemlékezni, aki tettes társam volt 25 évvel ezelőtt ebben a dologban. Az első, Harsány Prelátus úr, aki a kezedet fogva vitte, és hozott ide arra az első szentmisére. A másik kettő pedig, aki nélkül nem lehetett volna meg ez az ügy, az a édesapám és az édesapám, akik ugyanis a szentszék voltak, és mindig hálával fogunk terálni is, és az elmúlt három emberrel is emlékezni, és én csak azt kívánom neked, még magadnak is, hogy 25 év múlva az elmúlt ugyanúgy találkozunk. Isten gyeres!
Az Isten igényét szeretném olvasni áldásképpen. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, viraszba talál. Bizony, mondom néktek, hogy felőveszi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál neki. És ha a második vagy a harmadik őrváltástól érkezik is meg, és viraszba találja őket, boldogok azok a szolgák, az Úristen áldjára. Dominus vobis Benedicamus Deus Omni, benedizione celesti, sanctos quemos et puros in conspectus suos et peripitia, divitias glorie sue in vos, abundante refundat, verbis veritatis instruat, evangelius salutis eiudat, et caritate fraterna, semper locupleret et per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benedicto Dei omnipotentis, Patri et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.